Köszöntöm a kedves nézőket! November 19-e van, és hétfő. Na hát azt hiszem, hogy nagyon kevesen szeretik a hétfőt. Kezdődik az iskola, kezdődik a munka, és egyáltalán miért nincsen már péntek? Na most ezen segíteni fog a ma esti színházunk. Beleznai Endre színművész urat és a rendezőjét kérdezem, hogy mivel állnak elő most nekünk? Miért is jöttünk ide, és mitől fogunk annyit kacagni? Azt nem tudom. Nem, de a Vigyázz kész kabaré című előadásokat fogjuk nyújtani, amire a címében is benne van, ez egy kabaré összeállítás. Egyrészt klasszikusokból Rejtő Jenőt játszunk, és Szenes Andort, valamint hát mai dolgokat, ami egyrészt vannak majdnem mai jelentek is, másrészt pedig stand-up. És a stand-upon belül pedig, mert hogy fontos a műfaji sokszínűség, ezért van nekünk parodistánk is, versmondó lány, nem, hanem fiú, és bűvészünk is van. Tehát ennyire sokrétű szórakoztatást nyújtunk. Ma már nem lehet csak egyfajtával kiállni, lehetetlen. Kik fognak szerepelni a darabban? Nem ismerem őket, egy busszal jöttünk, és a Szép Bence szervezi, azért ő jutott először eszembe, meg azért, mert üvöltözött, pedig tudja, hogy interjút adok. De hogy ő az egyik szervező. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy örömmel szólítom a színpadra az önkéntesünket, aki szívesen szerepelt a műsorban. Megyünk udvariassági sorrendbe, akkor lányt hagyom a végére, hogy úgy tűnjön, hogy mert az a legfontosabb, tehát akkor Ürmös Zsolti. Ők is mind a ketten egyébként a humor szcénában nagyon erősen jelen vannak, például a Duma Kabaré című tévéműsorokban, vagy a Rádió Kabaréban is. Ürmös Zsolti többszörös, de egyszeres tuti humorfesztivál győztes is, és a Rádió Kabaré a kis szerkesztője, de ő nagyon szépen osztja szét, mert a Bagina Csában is segít, mint író, a Fábrinak is az egyik írója évek óta. Na, aztán van Éles István, akit remélem nem kell bemutatni. Puszontás mindenkinek! Baj, vége, barátság, öröm, győzelem! Kétszer kettő! Sohas előtt! Csak négy! Ő is versmondó fiú is, és több hangon beszél, énekel, tehát ő azért egy nagy áldás, mert így a gazdaságos a szerepeltetése, mert egy ember jön, és mégis 4-5 embernek számít, mert annyi mindenkit ad elő. És Mezei Réka Léda. Akit a nézők talán leginkább a Barátok közt sorozatból ismerhetnek, mint mindjárt megmondom ott, hogy hívják, Natasának hívják ott, aki követi a sorozatot. Én nagyon régóta ismerem őt, már egész nem annyira kicsi volt, akkor már megvolt a végleges magasság, azt hiszem 20 éves volt, régen volt ez már, nem annyira. És ezért ő nemrég állt be hozzánk, mert a lányokkal, vagy nincs szerencség, mindig valamelyik lány, akit kinézünk elsőre, Valkó Eszter jött volna, de őt még nem mondhatjuk meg, de nagyon örömteli okokból nem ér rá. De azt mondta, hogy titok. Oh. De nehéz úgy nyilatkozni, hogy ne tudjuk, hogy mi van, mindegy. Nem is tudjuk. Nem tudjuk. Tehát ő az egyedüli lány közöttetek. Ennyi pasi között, Jézusom. Egyébként az érdekes, hogy a kabaréban nem szoktak lány, elég kevés a lány szerep, és egyébként azt figyeltem meg, hogy ugyan... a megkülönböztetés, azért ez fájó. Csúnya dolog, de vannak külön csak női humorcsoportok is vannak, tehát azért van, ahova meg nem lehet fiúként bekerülni, ami szintén ugyanolyan fájdalmas. Nem, igazából, mert sokan szokták mondani, hogy milyen kár, hogy nincsenek stand-uposok nők Magyarországon, mert ezek külföldön azért bőven vannak. De van. Hát van, csak kevés van. Valami tévéműsorban Hajdú Péter nagyon okosan, hát most idézőjebben okosan mondta, hogy ha mert a humor, azért nem várjuk el, hogy a nő humoros legyen, hát az nem a nő, ő se vágja a húst a konyhába, és akkor mondtuk, hogy hát tényleg nagyon okos vagy, tényleg nem tudjuk, hogy került oda, ahol hát most, igen, most nincs annyira előtérben, de érdekes, hogy így előtérben lehet lenni ennyi gondolattal. Na, szóval, de és teljesen komolyan gondolta ezt, hát mi nyilván nem így gondoljuk, tehát meg nagyon viccesek a lányok, hát most a Valkó ezt is nagyon vicces. Szoktunk járkálni Szőlőskei Tímjával, aki tehát nem annyira ismer, de egy nagyon jó komika. És még sorolhatnám most ez a kettőt hirtelen eszembe, de hát volt a most, mit tudom, most ugye a tévében ezt ismert lett Köllőbabát, mi előtte használtuk még, tehát még most már nem ismerjük fel, már nem válaszolunk neki, mert valóságsos hős lett. Ez azóta nem ismerjük fel, de addig előtte játszottunk az éve a kavarékban. De hát rengeteg, akiket nagyon régóta, Balázs Andi is egy nagyon
Vicces, nagyon jó színésznő, is vele is dolgoztunk nagyon sokat régen, de közben vannak olyan színésznők, akik pedig nem akarnak kabarit, mert vagy, de ezért kezdtem el, csak bocsánat, hogy hosszabb lettem, mert ez előfordul néha, mert több szálon gondolkodom egyfolytában, és magamat is összekavarom. Követünk. Én is nagyon jól megy, de nem mindig. És szóval, hogy például vannak olyan színésznők, akiket csábítgattam, hogy játsszon velünk kabarét, mert nagyon jól játszunk egyébként vígjátékban, és amikor felmerül az, hogy kabaré, akkor már megijed, és azt mondja, hogy azt ő nem tudja. Tehát a Csekek Katinka is meg volt győződve, hogy ő nem tud stand-upolni. Hát mondom, egész nap stand-uphoz, hogy ne tudná stand-upolni, mert csak azért, mert az ember közönség előtt áll, és megvilágítják, attól még ugyanazt csináld, amit napközben, de nem hitte. Mert ugye azt gondolnánk, hogy ez a műfaj hát könnyed, és nem is olyan nehéz, pedig ennek a hátterében rengeteg munka van. Hát annyiban könnyebb talán, hogy mit tudom, most amit játszunk, például a Rejtő Jenő jelenetet játszunk, a Tévedésből jelentéket, ami még a 80-as években jelent meg egy ilyen gyűjteményes kötet Rejtő Jenő jeleneteivel, aminek ez a címadó darabja, de azért ezt játsszuk, mert ebben van három szereplő, tehát ezek a 3-4 szereplősöket szoktuk játszani, mert ott van nagyon sok 8-10 szereplős is nagyon jó jelenetek. És ott például azért a legritkább esetben játszok úgy, ahogy írva van, tehát ez a könnyebbség, hogy a kabaréba elmegy, hogyha az ember nem tudja a szöveget például, de nem azért úgy játszok, mert nem tudjuk, hanem azért, mert egyrészt minden jelenetnek nagyon sokfajta változata kering a kabaré szférában, és a széna szót is használom, az is ideillik, mert próbálják modernizálni, mert ugye olyan címek, meg olyan kiszólások vannak, hogy minden kabaré szerző aktuális próbál lenni, és a Rejtő is aktuális volt a maga korában. Tehát például ugye a zsidó törvényekkel, ami tudjuk, hogy nem lett annyira vicces, de amikor kijöttek az első zsidó törvények, nagyon jó poénokat rakott bele szinte mindegyik jelenetbe, de ezt közben ők kihúzogatták politikai, kegyeleti és nem tudom milyen okokból, pedig szerintem az egy elég jó, tehát nem azért viccelt vele, mert nem vette komolyan, hát nyilván nem látta előre, hogy az ő végét is ez fogja, ezek a törvények hozzák majd el végül is. Pontosan azért vette, mert komolyan azért. Hát meg hogy, hát azért igen, mert ez egy normális immunreakció, hogy az ember lát valami őrültséget, akkor egyrészt el lehet keseredni rajta, nyilván ő is elkeseredett is, de a másik pedig a humor az egy eszköz arra, hogy túléljük a dolgokat. A másik pedig az, hogy miért több változata van, hogy például próbáltunk játszani Kállai István jeleneteket is. Ott is az van, hogy azért nehéz játszani Kállai István, nemrég hunyt el egy nagyon csodálatos szerző szintén, de annyira maiakat írt, hogy a 60-as években írt jeleneteit semmi értelme most játszani, mert annyira arról a napról szól. Van egy-két jelenet, amit játszottunk is azóta is. Hát például van egy jelenet, azt most itt pont nem játszunk, csak már elkezdtem itt szakérteni, ezért azt most még befejezem, hogy van egy micsoda pályázó, az a címe, és a pályázati rendszerről szól, és hogy milyen érdekes, hogy az ma is sajnos aktuális. Tehát fontos azért számotokra, hogy igen, aktuális legyen mindenkorban. Nagyon fontos egyébként. Tehát mondjuk például ebben a kabaréba egyetem, csak direkt politizálást tényleg egyetlen nem, de hát az, hogy mai legyen, meg mai dolgokra válaszoljon, vagy valahogy együttlüktessen, az egy hagyománya a kabarénak. Hát én mindig szoktam ezzel hülyeskedni, hogy mi, hogy a kabarénak hagyománya, hogy politikai dolgokat ról szól, tehát az aktív politizálás az nagy hagyománya, és de ezért mi ezt egyáltalán csináljuk. És tudom, hogy nem gyávaságban, mi bátran nem politizálunk, de nem, hát van valamennyi, de hát tényleg nagyon áthalásos, tehát direkt politika tényleg nincs ebben, de mondjuk, hogy itt vagyunk Tiszalökön, ezért például ma fogok beszélni a tiszalöki börtönről, mert itt egyszer meglátogattuk Damu Rolandot, nem őt látogattuk meg, csak pont ő volt, ugye ott lakott éppen, és ő volt a hangosító a börtönben, a zenekar basszusgitárosa, és a színjátszókör vezetője is ő volt, és mi pont akkor léptünk fel a Vidor Fesztivál keretein belül Magyar Attilával, és akkor ott csak az egyiket elmondom, hát majd az hosszabban taglalom az előadásban, de hogy ahogy összefutottunk vele, akkor Magyar Attila átölelte, megölelte, és mondta, hogy szerintem börtönben ezt gondoljuk át, óvatosan. De egyébként remekül hangosított Roland, tehát én sajnáltam is, hogy átkérette magát a tököli börtönbe, és mondtam, hogy nem jó ötlet. A tiszalöki börtön nagyon jó hely, tehát sokkal jobb, mint a tököli. Ezt kimondhatjuk. Nézem a díszletet, tehát ehhez nem kell, gondolom, akkor a hatalmas díszlet, minimális díszlet elég. Hát ez ilyen Tesco gazdaságos, de persze nem is kell, tönkében teljesen díszlet nélkül is lehet játszani. Ez most a kettő, már úgy értem, a kettő között van, mert azért az emberek szeretik, hogyha olyan egy pár éve, hát egy pár mondjuk 11-12 éve történt, hogy azt látjuk, hogy a közönség igényli, hogy színházszerűbb legyen, és hiába egy szerkesztett műsor, azért az inkább az közelebb van a stand-uphoz, de hogy azért tettünk be valami díszletelemet, ami mutatja, hogy
tehát amitől valamennyire színházas. Hát most ez egy egyszerű megoldás van, hogy teljes díszletfalat meg díszletelemeket hozunk, csak az most egyrészt megdrágítja, másrészt pedig egy ennyire vegyes műfaj, amit ma fogunk csinálni, annak nem jó egy fix díszlet, mert akkor zavaró, hogyha teljesen direkt föl van építve egy 30-as évekbeli díszlet, amivel kezdünk, ez a 30-as évek végén játszódik a jelenet, akkor az zavarja a mai stand-upot. Most az, hogy csak jelzések vannak rá, ezért megfélnek egymás mellett a műfajok meg az idősíkok. Tehát korban többféle dolgot adtok elő. Az is fontos, vagy hozzányúlsz egyébként ezekhez a régiekhez, és úgy aktualizálod, vagy meghagyod a régi kabarékat? Meghagyjuk, annyi van, hogy át kell, hát hogy érthető legyen, mert azért azt hiszem, hogy az első jelenetben is az a poén, és még a tévé, ez a tévedésben jelentik volt legutóbb, nem tudom mikor, még emlékszem Kern András és Tán a Szombati Gyula, nem tudom, kik játszott a Kern András tuti, hogy az egyik poén, hogy mondja, hogy ja, Mikó István voltam, akit én játszom ma, és a Kern András mondja mindig, hogy ez a kifejezés, hogy Agit adott nekem a húga a másik szereplőnek, és azon még nevettek is valamennyire, de senki nem érti most már. Hát jó 10 éve, ahogy Agit adott, az semmit nem jelent. Egyébként ez sima randevút jelent, de abszolút nem lehet érteni. Igen. Ezért átírtuk, nem is tudom, mire majd megnézem. De ezért van, hogy mindig máshogy kell, de csak azért, hogy érthető maradjon azon a szinten. De úgy modernizálni, hogy modern dolgokat írunk bele, ezekben a jelenetekben nem írunk bele. Ennek az is a bája. És az is érdekes egyébként színész iskolailag is, hogy kevesen vannak, akik teljesen autentikusan tudják játszani, tehát úgy értem, hogy úgy szólal meg, ahogy hihető. Tehát a Mikó István abszolút ilyen, a Kern is ilyen, vagy Heller Tamás, tehát tényleg kevesen vannak, akik ezt teljesen jól tudják játszani, mi azért lenne fontos, mert ez egy kulturális értéke Magyarországnak, ez egy hagyomány, egy erős hagyomány, és azt jó lenne megtartani úgy, hogy ugyanúgy, mint az operettet, ugye nekeljük, mint nem tudom én hány éve, ezért mert a kabaré értékeit is meg kell tartani, és ebből az elgondolásból csináljuk azt, hogy csinálunk klasszikus kabarét is, közel a klasszikus stílushoz, és csinálunk teljesen mait. Ezt mikor állítottátok össze, tehát az egész darabot, mióta fut, mióta játszottátok? Ezt nincs még egy éves, ez a legújabb kabarénk. Most nem emlékszem, mikor a bemutató, tehát max. Egy éve, szerintem hát nincs is egy egész éve. Most a KMO-ban csináljuk, ez a kispesti művelődési otthon. Előtte a Betlen téri színházat mutattuk ezeket be. Mindig általában Ürmös Zsolt, akit az előbb lehetett látni. Ő a legalacsonyabb, de nagyon, jönnek, nagyon ügyesen pakolgatnak. Én azért vártam az interjút, hogy akkor nem kell pakolnom. És szóval Hűrös Zsolt szokta összeszerkeszteni, meg hát kikérjük egymás véleményét is. Meg hát nyilván Éles István ugye a saját műsoraival úgy jön be, vagy saját számaival, hogy megkérdezzük, hogy éppen milyen van, és akkor összehozza, és akkor összerendezgetjük, hogy egy egész szép váljon a sok különböző dolog, amit belehordunk. Hogy fogadja a közönség? Hát általában nagyon nagy siker van. Ezt szeretik az emberek, ugye szeretnek szórakozni, szeretik a poénokat, és hát mi is mindent megteszünk, hogy jó legyen, és most eltűnik, most több díszlet, nem? Ennyi. És keretes szerkezetbe foglaljuk, tehát egy klasszikussal kezdünk, egy klasszikussal végezzük, a finálénk az a Szenes ember, ami szintén már több feldolgozásba ment. Ott is, hogy nem kell átírni, de van abból olyan változat, ami modernebb vagy egyszerűbb megérteni, és mi azt játsszuk. Mert az eredeti Szenes ember, Szenes Andor jelenet, az szintén olyan bonyolult, hogy alig lehet érteni. Úgyhogy azt is... amiatt kérdezem, hogy fogadják, hát az egy teljesen tuti jelenet, tehát azonképpen szinte bárki játszik. Még azt is mondom, hogy ha rosszul játszák, akkor is nagyon szereti a közönség. Uh-huh. Mi meg a csodálatosan játszok nyilván. Tehát ez azzal fejező, hogy minden jó, ha vége jó. De nem mondom, szeretik. Hát azok a helyek, ahol ugye Pesten is minden évben kérnek bemutatót, mi nem magunktól csináljuk, hanem mindig felkérnek, hogy csináljunk új bemutatót, és akkor csinálunk. És végül is azok a helyek, ahova minden évben hívnak, azok minden évben visszaírnak. Tehát ez egy jó jelzés arra, hogy akkor szerették az előző évit. Jönnek az ünnepek, a karácsony, a szilveszter. Hogy lesz, hol töltitek? Színpadon töltitek, vagy otthon? Hát én mindenképpen színpadon, még egészségtelenül sokat játszom, mert valami tényleg reformokat kell bevezetnem magamon, mert tótóságosan sokat játszom, ezt mondjuk dicsekvésképp is mondom nyilván, de tényleg tótózottan sokat. Tehát a karácsonykor szerintem talán a Szentestét töltöm otthon, és azon soha többet egyiket sem. Tehát ott rengeteg. Tehát most a novemberi is ilyen már. Uh-huh. Tehát így minden nap játszom, valamikor kettő előadásom is van. Szóval rengeteg, de hát majd januárban nem nagyon játszom, hogy januárban ünnepeljük meg így utólag az ünnepeket. Nagyon szépen köszönöm, és visszaengedlek, hogy te is pakoljál. Amit én is pakol. Felveszek egy másik ruhát. Hajamat már belőttem kb. A ruhát azt még átcserélem.
Jó, hát sok sikert, köszönjük szépen előre is. Én is köszönöm, minden jó.